Ha másnak adsz, azzal te is kapsz. Ha késztetést érzel arra, hogy segíts egy bajba jutott emberen, vagy épp egy nemes célért állj ki és harcolj, ahhoz elképesztő bátorság szükségeltetik, pláne akkor, ha nem ez a megszokott látvány a környezetedben. A legtöbbünkben ott van a szorongás és a félelem attól, hogy mások mit gondolnak majd arról, ha valami olyasmit teszünk meg, amire kevesen vetemednének. Egy igazi mintapélda Octavian Sovre, aki bátorkodott oda menni Erling Haalandhoz autogramért, melyet egy igazán szép ügy érdekében tett meg. 2021. április 6-án a Manchester City fogadta a Borussia Dortmund csapatát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Az összecsapás egyetlen esemény miatt volt igazán emlékezetes. A találkozó lefújását követően a játékvezető egyik partjelzője, Octavian Sovre odasétált Erling Haalandhoz, hogy aláírást kérjen a sárga és piros lapjára. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy Sovre egyszerűen a norvég támadó nagy rajongója, holott merőben másokból ment oda hozzá. A játékvezető a bihari SOS Autizmus Központnak szerette volna adományozni az aláírt kártyákat, és mindezt Haalandnak is elmondta. Sejtette, hogy ezért a játékvezetői kamarától kaphat hideget-meleget, de nem foglalkozott ezzel különösebben. Az UEFA legfőbb játékvezetője, Roberto Rossetti szúrós megjegyzésekkel illette őt, mert szerinte elfogadhatatlan az, hogy egy játékvezető aláírást kér egy játékostól, és ő úgy gondolja, hogy ezzel aláássa a bírók tekintélyét. Mi nem értünk egyet Rossettivel, hiszen ez a mostani egy különleges eset, amikor nem puszta rajongásból kért aláírást Sovre Haalandtól, hanem egy igazán jó szívű felajánlás céljából. Egyébként a Haaland szignójával büszkélkedő lapokat még 2021 áprilisában aukcióra bocsátották. A befolyt összeg óriási segítség volt a terápiás központ számára, hiszen ennek köszönhetően 30 ember gyógykezelését tudták finanszírozni. A lányomnak az állam havi közel 120 dollárt biztosít. Elképzelni sem tudja, mit kezdhetnék ezzel a csekély összeggel. Mi szülők az adományokra támaszkodunk, árverésre bocsátunk szoknyákat, fényképeket, autogramokat, gyakorlatilag bármit, amit kapunk, hogy ezek pótolják a hatalmas hiányt. Sovre jó szándéka és nemes cselekedete egy nem mindennapi üdítő példa a labdarúgás világában, melyből Erling Haaland is kivette a maga részét. Ha szívből cselekszel és önzetlen szándék vezérel, mások véleménye nem számít. A pályán és azon kívül is a fair play az egyik legszebb alapkellék egy ember tarsójában. Ennyi lett volna ez a videó. Lájkold, ha tetszett, további focis tartalmakért pedig iratkozz fel a Félidő YouTube csatornára.